Sziasztok! Future Paper Airplanes sorozatomban most egy nagyon különleges és egy kicsit bonyolultabban elkészítettő papírrepülőt, a Future Thorn-t fogom bemutatni nektek, mert érdemes megcsodálni. Aki ismeri a Shocking Paper Airplanes videóimat, az akkor láthatta már a monocélos papírrepülőmet, ami esetleg hasonlít erre, így kinézetre, viszont a elkészítése teljesen más, hasonló hajtogatások sincsenek benne. Ez klasszikus hajtogatással kezdődik. Szintén meghajtogatjuk a két átlót. Szépen össze is tökjük. Ez a kezdésünk. Utána ugye vonalzó nélkül dolgozunk. A5-ös papírral dolgozunk, ennyire a közepétől hajtom fel. És ugye vonalzó nélkül, szemmértékkel, másikat is igyekszem hasonlóképpen felhajtani. Talán jó lesz. Kibontjuk. Majd visszacsukjuk még egyszer. Ezt behajtjuk. És utána visszacsukjuk. Itt ugye, ahol dupla papír van, ezt lehet érezni, hogy hol ilyen keményebb, és ott meg tudjuk hajtani így. Van egy ilyen könnyen meghajtható lehetőségünk. Ez egy segédvonal lesz, és ugye már ismert klasszikus repülőkből ezek a hajtások, először alulról, majd felül, ugye figyelünk ennél a vonal mentén végezzük, a segédvonal mentén. És most itt megpróbálunk egy kicsit ügyeskedni, ilyenek hajtottuk, és most itt kinyitjuk ezt a egészet. Ugye egyszerűen csak a hajtások mentén kell kinyitni. Nem mondom, hogy tű pontos a sikeredet, sőt, véletlenül sem, de ilyen lesz. És ugye a future repülők nélkül összetetlen, legalábbis akit most hajtogattam, mert lesznek majd más hajták is. Ez a szokásos szárny felhajtás. Ezt könnyen be tudjuk alá tenni. Így már nem is tűntök másik oldal. Ugye ez az eddigiekhez képest kicsit hosszadalmasabb művelet a, ennek a meghajtogatása. Van egy-két érdekes része. Fejtettünk idáig. Ugye
ez ne zavarjon minket, ezt most lehajtom ide. Ezzel a résszel fogunk foglalkozni. Behajtom, de itt pedig úgy, hogy ez még itt idáig nem ér le. A felett egy kicsivel. Tehát innen indítom. Saruktól, és ugye annyira hajtom be, hogy itt az a papírszél nem ér el idáig. Másik oldalt meghajtani annyival könnyebb, hogy már ezt a metszőpontot itt kiszedem. Ezért van a metszős pontot. És azon hajtom át. És ott a metszős pontom. Lehet látni. Én két oldalt behajtom. Elsimítgató mindkét irányba. Művelet jön, ami nem is annyira könnyű. Szépen kinyitjuk. És oda nyúlunk, és ezt a közepét kell megkeressük, hogy mi tudjuk innen indítani a kis zsákocskát. Figyeljünk arra, hogy a hajtásvonal középen maradjon. Van még egy műveletünk, ezt a két szélét oda be kell hajtsuk. Hát itt ezt a két szélét, még egyszer mutatom, ezt ide behajtjuk. Ezért fontosak az arányok, mert nem biztos, hogy így jön ki, hogyha. Olyan arányba hajtjuk meg. Így néz ki. Na, most foglalkozunk ezzel az oldallal. Hát ezzel egy vonalba oda hajtjuk ezt. Ezzel egy vonalba hajtjuk oda. Ugyanezt a másik irányból is. Ezzel egy vonalba. Mindkét oldalt megnyomtuk, és kialakult egy ilyen kis csúcsunk, töviskénk, és most már közel vagyunk a végéhez, de összehajtjuk, ha jól sikerült, ugye nem sikerült jól, mert közben ez kibomlott, ezt visszalakjuk, erre figyelni kell, és jókor hajtjuk ezt, akkor megmarad. Emellett a vonal szél mellett a papír szél mellett hajtjuk le. Hát ugye ott a széle mellett hajtottam le. És még töviskét, ezt beigazgatjuk.
Van csak a szájfelhajtás következik. Körülbelül ennyi. Másik oldalon is megcsináltuk. És kész van. A Future Thorn. Szerintem nagyon szép repülő. Ki lehet próbálni, meghajtogatni, és akkor megnézni, hogy hogyan repül. Köszönöm a figyelmet!